Mostanában elkezdett érdekelni az MMA. Minden meccset nézek. Mondtam is az ügynökségemnek, szerezzék meg nekem a McGregort. Egy közös videót akarok vele csinálni. Nem érdekel, hogy eltört a lába. Azt mondták, Borics Ádámot tudják megszerezni. From Budapest, Hungary, introducing Arrow, the kid, Borics! Elvégre a magyarok közül ő a best. A krémek krémje. A magányos farkas a csúcson. A floridai rém. Floridában mindenki tőle retteg. A magyar zászló égisze alatt rettegésben tartja fél Amerikát a térdelő szuperkikjével. Ezt iskolában kéne tanítani. Magyarország, köszönöm, hogy szurkoltatok! Szeretlek titeket! Ádám már Floridában nyomja. A bajnoki cím küszöbben áll a csávó. A nem kis pályás. Legutóbb egy floridai aligátor száját feszítette ketté, puszta kézzel. Petivel csináltunk egy face-offot, és olyan közel jött, hogy éreztem az ebédet. Tök fűzeléket evett. Tök fűzelék a nevé. Mindig is ki akartam próbálni ezt a sportot, úgyhogy mondtam Ádámnak, mutasson pár kombinációt. Sparingoljunk egyet. Gelik, Rolls-Royce, Lamba, Urus, S-Class Business. Еще раз, Gelik, Rolls-Royce, Lamba, Urus, S-Class Business. Еще раз. Hasbulla készül. Építem az embereket. Hasbulla, come on, fight. Rolls-Royce, Lamba, Urus, S-Class Business. Jó, és még egy jobb. Fordulj, és próbáld kinyújtani a kezed. Azaz. És jó, tessék, már kombinálj. Ez az. Na nézzünk meg egy könyvös tartal, jó? Jó, ez nem van. Nézzük meg egy könyvkört, és így kerültek. És így hozod fel. Aha. Jó, könyvkört ide benne. Aha. Úgy lépj előre. Azaz. És gondolod, ez csonta csonta. Come on, fight, megérdem. Dobd fel a kezedet, McGregor! Come on, fight! McGregor, come on, fight! Az edzés során rájöttem, hogy Petinek rettentő fizikai ereje van, olyan, mint egy 8 éves kisfiúnak. Hol maradnak a nagy ordítások, amiket mondtam? Ja, igen. Ezt tudományosan kimutatott tény. Üzenem az összes irigy kommentelőnek. Üzenem annak a sok irigy kommentelőnek. De ez tényleg bizonyítva van, hogy így erősebbet ütünk, meg félelmetesen. Hát igen, meg összerándul a gyomrod, a kockás gyomrod. Nem kockás a gyomrom. Azt a... És ordíts. El is menekült, tessék. Ennyi, csak rá kell ordítani. Testrugást fogunk gyakorolni. Az a lényeg, hogy tedd fel a kezed. Így rúgnék, oldalról most a kezedet rúgnám. De nekem az a lényeg, hogy ugye fent van a kezed, és ugye kéz alatt bordára. Bordára, igen. Szóval látjuk. Módon, igen. Pontosan, hát az a lényeg, hogy milyen súlyba tudom. Látod a szöget? Hogy ilyen lefelé, felfelé, fél súlyba. Bordatörés, és még a borda feltöri a tüdődet, igen. Hát meg ki is utasztja a bordát a tüdődet. Jó ez a sport, egészséges a sport. Csak az egészséges. Na, figyelj, mert bármikor rúghatok. Na, gyere! Ajjá, majdnem! Tudjátok, hát ez már csak azt tudtam. Elmaradt az ordítás. Ja, tényleg. Még egyet? Hát ez nem volt, és akkor... Tudod! K.O. mindenki. Én vagyok a K.O. Laci. Van már egy pár. Most én ezt nagyon meg akarom mutatni a nézőknek, hogy meggooglak. Are you sure about that? De fogjál rá! Jó, de? Hát? Ilyen csak egy ilyen 20%-osan, jó? That's a lot of damage! Nagy megütött a hasonló szádat. Már agyrázkódást kaptam. Csak ne, 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 a fejed. Lassan, figyelj. Most tényleg. Valami, azt mi kell hevernem. Mert 25%. 25. Vigyél, tartsad. Jó. Jaj, egy. Ezt én is tudom mondani, hogy figyelj, most jó dolgok egy 2%-os. És beleadok mindent. És akkor hidd el, hogy a vezet csak kettő. Milyen megmúlom a zsákot utána. Jó. Azaz!
Jó, ez a sport, meg kell szokni. Igen. Az irigyek kösték fel a gatyájukat, mert az Ádám tanított egyet s mást. Megmutatom neked a titkos technikámat. A flying kick-et, légy szíves, mutatom meg nekem. Flying knee, flying knee. Flying knee-t, amivel kiütötted. A pikót. Bad current. Egy pár embert, igen. Beautiful knockout by Adam Borsch. Küzdőállás, lépsz egyet, hogy előre bal, és görd vissza lábadon, ezzel húzod, és a bal. És meghúztam a combokat! Kihívtam Ádámot egy edzőmeccsre. Hát elég bátor dolog tőle, hogy bemer velem szállni az oktogonba. Peti valamiért mindig oktogonnak mondja az oktogont. Pedig már annyiszor elmondtam neki, hogy oktogon! Semmi, mi jó, hogy a kamera volt. Mondtam Ádámnak, hogy mostantól csak én üthetek. Rocky is megmondta, nem attól leszel valaki, hogy nagyot tudsz ütni, hanem hogy mennyire bírod elviselni az ütéseket. Az én ütéseimet. Social media platforms trying to lock it in. He's got a lot of pressure. He is a strong kid, so he has the ability to make this work. He can actually put him out from this position. Mondtam, hogy egy-két edzés, és mehettek is versenyre. Repkednének a könyökösök. Bam, bam, bam! Bam, bam, bam! Mondtam Pedinek, 3-4 edzés után elmehet versenyre. Esetleg 5. Szóval most rendbe kell szednem magam egy picit. Kemény ez a Peti. Lehet, hogy másokról olyan felvételek vannak gyerekkorukból, hogy egy medvével birkóznak. De rólam meg olyan felvételek maradtak fent, hogy egy gorillával birkózom. Az a baj, hogy Magyarországon nincsenek MMA meccsek. Meg kéne itthon is honosítani ezt a sportot. De rendesen, tigrisekkel, oroszlánokkal, medvékkel, lándzsákkal, buzogányokkal, minden játszik. Hozzák vissza a régi, jó, ókori gladiátor játékokat. See, Jose Aldo goes for the takedown. Those elbows hurt, and he stops. But if you stop in a fight, and your opponent's moving, you're going to lose position. He loses it. We get the hooks hit by Adam Borsch. That choke is deep. That rear naked choke is set. A massage. I'm feeling you. There's nothing he can do. You see that hand locked behind. It's a little bit on his head, but he was not going to get that pass. That grip. He goes back and forth between the double, and he wears you out by putting all that pressure on your arms like that. Makes you carry his weight up against the fence. I'm losing it. And then it's all over! The way you did it was absolutely perfect! Mondtam Petinek, ne csak a ketrezbe akarjon velem bunyózni, jöjjön az utcára, 1v1-be. Ott az igazi, nem? Ez az Ádám tele van agresszióval. Azért akar mindig berekedni. Látom a szemén, benne van, hogy agresszív. Nem verekedni kellett volna járni iskola időben, hanem szolfézs rendesen, mint a többieknek. Most be ezzel milyen jó klarinétos lehetett volna belőle. A világ színvonalon pengethetné a húrokat a klarinéton. Amúgy meg nem értem, hogy miért kell mindig verekedni. Miért nem lehet rendesen, kulturáltan, felnőtt emberhez méltó módon leülni,
és megbeszélni a dolgaikat. Kultúrna. Valami bajuk van egymással, beszéljék meg. Gyere, beszéljük meg. Tesókám, beszéljük meg. Nem mész sehova.